Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntöm a Tribune Show nézőit. Elérkezett a pillanat, amikor nem Balázs lesz a műsorvezető, hanem én, és Balázs fog játszani. A mai vendégünk pedig Haraszti Ádám lesz. Sziasztok! Hello! Sziasztok! Köszöntünk mindenkit! Ugyanúgy fifázni fogunk a srácokkal, és hoztam kvíz kérdéseket. Lesz motorsport, és lesz focis kérdés. És ennek a műsornak az a menetrendje, hogy ők játszanak a fifával, most ami már FT24, az idejéktől, de ezt nagyon nehezen szokjuk meg, és közben kvíz kérdéseket fognak kapni. Jelenleg eddig egyszer nyert a Tribune csapata, és egyszer a vendégeink, játszottunk eddig Nesszájjal és Szaniszló Csabival, és most meglátjuk, hogy Balázs mire megy majd Haraszti Ádámmal. Hát igen, azért azt hozzáteszem, hogy én sose voltam egy nagy fifás, ugye nyilván aki már azért hosszabb ideje nézi a Tribünt, az tudhatja rólam, hogy inkább a Forma 1 felé húz a szívem, úgyhogy inkább a szimulátort próbálgattam, és abban próbáltam feszíteni a határaimat. Már előre kellett a hibúgókat, hogy igen. De egyébként szerintem egy izgalmas meccs lesz ez. Úgyhogy... Az előző két adásra reflektálva végre az van, hogy én hozhattam Balázsnak kérdéseket, és nem évszámokkal fogom gyötörni őket, természetesen lesz az is, meg nyilván ilyenkor a vendéghez igazítjuk a kérdéseket, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fognak szerepelni. Na és akkor el is kezdhetjük a kvízjátékot, benne vagytok, hogy elkezdődjem, megvannak a csapatválasztások. Igen. Én a Barcelonát, Ádi pedig az Arzenát választottuk, a kedvenc csapatainkat. Na és akkor... Ádám, ugye te vagy a vendég, téd a választási lehetőség. Motorsportos kérdést szeretnél, vagy focis? Meg ugye azt még nem mondtam el, hogy van 100, 200, 300 és 400 pontos kérdésünk, és 500 pontos is, és mindegyiből kettő. Úgyhogy összesen két mérkőzés lesz, és 20 kérdés. És ugye a meccs eredmény pedig 1000 pontot fog egyik, illetve másik oldalra vinni, úgyhogy izgalmas lesz, és én igazából át is adom a szót, mert... Válaszadik kérdés, hát a Balázs túl szerezni volt addig. Hát akkor kezdjünk valami motorsporttal, és akkor óvatosan? A könnyűek viszonylag könnyebbek, a nehezek, meg az 500 pontosok tényleg nagyon nehezek. Na akkor nézzük meg, hogy mennyire nehéz legyen egy 500 pontos motorsportos. Wow! Merész. Na, hát akkor. Az 500 pontos kérdés pedig így szól. 2023-ban kisebb meglepetésre a Ferrari nyerte a Le Mans-i 24 órás versenyt. Melyik három pilótával nyert a Ferrari? Most égekben nagyon csúnya, és ez az 500 pont, mert ez a kellene. Ezzel én is beégnék. Hú, ezt sajnos most nem fogom tudni megmondani. Ha egyet eltalál, akkor harmadolom? Nem, hát... De sajnos nincs meg, úgyhogy... Szerintem nincs. Egyet lehet tudni, akinek volt karrierje, hát volt. És a Forma 1-ben is. Ja, megfordult talán a Forma 1-ben. Talán az elmúlt évek leghíresebb olasz pilótája, és ugye az F2-ben van egy fiatal srác, Kimi Antonelli, akiben nagyon bíznak, hogy majd ő lehet a következő híres olasz pilóta. Meglátjuk, hogy majd az F2-ben hogyan vesz azért, az akadályt. Azért nem a leghíresebb, mert azért Giancarlo Fisichellát azért ne hagyjuk ki a körből. Igen. Az adott pilóta volt. Csak már próbálok így okoskodni az elején, ameddig nem nálam van a labda. Na jó, akkor te jössz kérdéssel? Na és akkor passzolod a kérdést, Ádi? Muszáj leszek. Lantos Andris barátom már látom, hogy írja a káromkodós üzeneteket. Egyébként a jó válasz az Antonio Giovinazzi volt, és ő az a Forma 1-es pilóta, aki az elmúlt években az Alfa Romeo-nál vitézkedett nagy 3 évig, és utána pedig kikerült a Forma 1-ből. Talán Foucault is volt. Alessandro Per Guidi volt, és James Calado. De akkor... tényleg egy nagyon nehéz kérdés volt. Balázs, én sem második. Nem volt sajnos adott. Nehéz kérdés, ez megmondom, hogy tényleg szégyellem magamat, úgyhogy ez az én szegénységi bizonyítványom. Maradjunk a motorsportnál, de én egy 300-as kérdésre pályáznék, hogy egy ilyen erős átlagot tudjak hozni. Na, és akkor nézzük a 300 pontos kérdést. Ez pedig egyébként
Ádinak illen ez a kérdés. Oh. VRC-ben melyik gyártónak van a legtöbb VB címe, és mennyivel? Legtöbb VB címe melyik gyártónak? Húha, várjál. Ez valamelyik francia lesz. Mert szerintem a Citroën az nagyon csúnyan leuralta itt a 2000-es évek elején. De igen, csak ugye most Balázs van, úgyhogy én nem segítenék neki. Ja, hogy De nyomja nyugodtan. Azt hittem, hogy lehet rabolni a... Nem, sajnos nem lehet, de hogyha a kommentben megszavazzák a részeket, lehessen rabolni, akkor változtatunk a szabályokon. Jó, hát egyébként nyilván Sebastian Loeb miatt én is egy francia gyártót mondanék. Az más kérdés, hogy nem feltétlen fogom tudni pontosan, hogy Loeb melyik csapatnál szerezte azokat a VB címeket, de akkor legyen talán nem tudom, Peugeot volt-e? Citroën? Legyen Peugeot. Nem mertél már Citroën mondani az előzőek után, mi? Nem. Na hát a válaszunk rossz, pedig a jó válasz a Lancia 10-zel. A Lancia még tartja a 10 világbajnoki címmel. Ja, várj, most a szigorúan a konstruktőri címeket van, sem a versenyzőkét. Aha! Ugye már úgy szólt a kérdés, hogy melyik gyártónak van a legtöbb. Világos címe, és nem itt az egyéni világbajnoki címmel. Á, nem már! Na és akkor Ádi, te jössz. Akkor legyen most már valami focis kérdés. Akkor megnézzük abból is a legnehezebbet. Az olyan jól bejött az előbb is. Hát nem biztos, hogy a fociból a legnehezebbeket ajánlom. Micsoda? Nem biztos, hogy azt ajánlja. Nem baj, hát most ezek után már nem. Aki nem mer, nem nyer. Így van. A kicsi a tét, a kedvem se tét. Jó. Akkor 500, Ádám. Így. Na, akkor... Sorolt fel Király Gábor profi pályafutásának összes klubját. Annyi segítek, hogy 10 klubja volt, vagyis összesen 11, az első és az utolsó ugyanaz, és itt annyit könnyítettem. Ez az! Les. Ne. Hogyne. Ne. Tényleg? Nem már. Na, Balázs megszerezte a vezetést. Ez az. Nem volt les. Jó ég. Hát nem is hiszek a szememnek. Na jó. Úgyhogy annyit engedek, hogyha 10-ből 8-at tudtok, vagy tudsz, na várjál. Akkor megadom a pontot. 10-ből. Na figyelj. Nem kell időrendben. Szombathely, haladás, Hertha BSC, ez eddig nagyon adja magát. Eddig jó. A kölcsönök is számítanak, gondolom. Crystal Palace a harmadik. Nagyon jó. Aston Villánál volt kölcsön, vagy Fülöp Marcival keverem? Várjál, Burnley... Most kerülök bajba, várjál. Ezek hivatalos válaszok? Az Aston Villa és a Burnley? Húha, várjál, mert... Hogy van, mennyit ronthatok, vagy ez itt? Na, tessék, kettő közben. Hú, mondjuk igen, ez... Hát összesen 8-at mond. Na, várjál, Akcénzek... 10-et mondhatsz összesen végül, és abból jó 8. Na, figyelj, Akcénzek cigbüntjen az tuti, Leverkusen tuti. Közben nyilván nem engedem az ismétléseket. Hát, összezavarom. Mondj 10 csapatot, ami a hivatalos tipped, hogyha úgymond a gondolkodás időt lejár, de ha akarod, még nyugodtan gondolkodhatsz, hogy végül... Ó, hát még van bőven idő. Mennyit mondtam eddig, mert te számoltad? Nem, nagyjából számoltam, egyébként egy 8 csapatot már mondtam. Ne. De elkezdhetjük számolni, csak akkor ezeket hivatalos... Na, fiát, nyilván mondom, tehát akkor haladás, akkor az kettőt ér? Az csak egyet, akkor igen, 11 benne. Így nyilván ott kezdte, és ott fejezte be a Király Gábor. Úgyhogy akkor van egy jó válaszunk. Igen, a Hertha, az nyilván... A kettő jó válaszunk van. Palace 3. Igen. Na, Leverkusen 4. Aktienzekcig 5. Melyik volt az ötödik? Aktienzekcig München. 5 jó válaszunk eddig van, 5-ből 5. Van, az angol klubokkal leszek bajban. A Villánál volt kölcsönben. Valamiért az dereng, vagy mondom, hogy ez Fülöp Marcival keverem. Hát muszáj lesz neki. Akkor 6-ból 6. Igen. És mondom, még akkor... 2 csapatot kell találnunk. Mondom, Burnley dereng valamiért. 7-ből 7. Burnley is jó. Várjál, de valahol és volt még egy basszus. Csapatot keresünk. Valahol még... Várjál. Hozzá gondolkozom. Nekem erről fogalmam se lenne. Basszus, úgy, miért nem jut eszembe? Ez nagyon kellemetlen.
mi volt ez, ami megjelent a feje felett? Ja, bocsánat, azért el kell árulnom, hogy 2 éve nem játszottam a FIFA-val, úgyhogy azért érnek még majd meglepetések szerintem játék közben. Meg annyit számoltam el, hogy haladással együtt van 10. Ja, hát akkor ezért. Úgyhogy már csak nem tudom, egy német klubot nem tudom, hogy mondta, de véglegesen. De a Leverkusen? Igen, és akkor megvan a 8 csapatunk is, meg is van a jó válasz. Na, akkor jó. És egyetlen egy csapat maradt ki, akit nem említettél, és szintén volt ott nem sokáig, de játszott Király Gábor Fulhamben is pár közé. De egyébként nagyon szép állít. Az nem jutott volna eszembe. Úgyhogy gratulálok, úgyhogy megvan az első pontszerzőnk. Balázs, tiéd a pálya. Jó, hát én még maradnék a motorsportoknál azért, hogy nekem is meglegyenek az első pontjaim ilyen szinten. És akkor legyen megint a 300-as kategória. Ó, jaj. Közben egy kicsit bajba kerülök, de se baj. Nem. Jó. Ó, ne, de mit csinálsz? Na, és akkor 300 pontos kérdésünk, a labdarúgásról pedig így szól. A Ted Lasso című sorozatban Ted melyik angol csapatnak a edzője? Szóval Balázs a nagy kedvenc, hogy ez a sorozat. Igen, és ez a Richmond. Így van. Jó, jó, de mi a hivatalos nevük? Valami AFC Richmond. Igen, jó. Úgyhogy elfogadjuk a 300. A Fantasy Premier League csapatomat AFC-t ki nem mondanak hívják. Én egyébként 10-ét kértem, de mindegy, motorsportokat, de tökéletes nekem. Ezen nem múlik, mert akkor megkérjük majd akkor a én következő 300-nak a motorsportot, és akkor... Meg is oldottuk ezt a problémát, mit szólsz hozzá? Elfogadom. Na, és akkor Rádi, motorsportos vagy focis kérdés? Motorsport, akkor motorsport 300-at akartál az előbb, ugye? Na, akkor legyen az. Nem, mit csinálok? Gólt lősz. Tehát? Na, tehát a 300 pontos kérdésünk. Hogy hívják a Zauber jelenlegi csapatfőnökét a formáiban? Á, pedig most néztem a Drive to Survive-ot. Nem fog eszembe jutni, ha megfeszítenek sem. Mert egyből elsőre Monisa Kaltenbort akartam mondani, aztán Fred Wassert, de... Nem fog eszembe jutni, sajnos. Egyébként mennyire szereted a Drive to Survive-ot? A tavalyit nem néztem meg, aztán az első, második rész után abba hagytam. Ne, jó. Nem hiszem el. Az idejét végignéztem, most az egészen tetszett, úgyhogy aztán lehet, hogy csak az, hogy már... Szerinted egyébként tűrhetőbb volt, mint az eddigiek? Nem tudom, nekem ez volt a benyomásom róla, sokkal realisztikusabb volt, ami így a sztorikat illeti. Nem volt annyira túlzó. Nem, most nem éreztem azt, hogy nagyon kilógott volna a lóláb. Maximum, hogy a Zac Brown előadta a nagy halált a McLaren főnök előtt több alkalommal, és az ott egy kicsit cringe volt, de egyébként nem tudom, minek köszönhető az, hogy most egy fokkal jobban bírtam, mint a tavalyit, de ezt most végig tudtam nézni. Nekem egyébként azért egy-egy sztori azért kimaradt belőle így bővebben. Tehát azért én megnéztem volna Ricardónak a visszatérését, ugye olyan szinten, hogy a Hungaroringen milyen háttérsztorik voltak, az abszolút kimaradt. Úgyhogy én nekem volt hiányérzetem, de összességében egyébként szerintem sokkal jobb lett. Most szóval kiválasztok. Szóval 300 pontot már. Egyébként én sem tudtam. Itt rátérve a Drive to Survive-ra, nekem is pont a tavalyi év az egész kimaradt. Pár rész után nem néztem tovább. Idén még csak az első részt láttam, és azt tetszett, de talán a Szaniszló Csabival is beszéltük azt, hogy nekem a legnagyobb probléma az időzítés a Drive to Survive-val. Jó, hát az szörnyű volt. Hogyha pár héttel hamarabb jön neki, akkor sokkal szívesebben nézném végig, mert akkor már nagyon hiányzik a Forma 1, és kifejezetten várom. Ez karácsonyra lenne tökéletes. Igen, vagy januárban nagyon jó lenne, de most már a következő szezon érdekel. Igen, én egyébként a Las Vegas-i utolsó résszel kapcsolatban vagyok úgy, hogy egyszerűen félbehagytam, mert kezdődött az első szabad edzés, amikor éppen néztem volna, és akkor a feleségem kérdezte is, hogy de ezt nem fejezted be, és akkor mondtam, hogy de hát most már 24 van, úgyhogy hagyjuk is.
Na és akkor menjünk tovább, ha már Balázs helyzetben van, próbálok segíteni a Rádi. Balázs, nem fér. Igen, igen, jelen pillanatban mindenképpen. Bár elárogatom, játszottunk mérkőzést adás előtt, és ott egész szoros volt, úgyhogy most biztos csak altat Ádi, aztán fordít itt a második fél időben. De rossz enne. Na Balázs. Én akkor megint megpróbálom motorsportot, aztán lehet, hogy megint focit most kapok. Most megpróbálod a motorsportot. Igen, most megpróbálom, és akkor legyen egy 400-as kérdés, hogy akkor fejebb stromfoljam ezt a tétet. Na, a 400-as kérdés pedig így szól. A Subarunak hány gyári világbajnoki címe van a WRC-ben? Adjál már. Form 1 nincsen. Az nem 11. Van az is, csak nem csak az. Ugye, mert motorsportnak így van. Kategóriát. Hát nyilván azért egy jelentősebb istálóról beszélünk, ami a WRC-t tekinti, úgyhogy... Miért nem találod el a kaput? Nem volt helyzet. Kicsit sem. Hát teljes mértékben tippelni fogok. Szerintem 10... Vagy várjál? Mennyi volt vajon a legtöbb? Azt nem tudom, hogy mondtad az elején. Mondtam, ez lenne visszanyitási alapom. Hát annyiban tudok segíteni, hogy a rekord az 10 volt a lancsánál. Akkor még jó, hogy nem 12-t mondtam. Akkor legyen 6. Válasz rossz. Három gyári világbajnoki címmel rendelkezik a Subaru. 1995, 1996 és 1997. Egyéni világbajnoki címekben pedig 2-vel rendelkezik a Subaru. Dádia, jó, nem, biztos nem. Ne, hát McRae, Burns, Solberg, az kapásból 3. Akkor lehet, hogy én néztem rosszul ki az adatokat. De... Szerintem egyik az erre, hogy mint a kevesebb lett volna talán a gyártói bajnoki címből, de... Új. Nem hiszem el. De az biztos, hogy 3 van a Subarunak, de hogyha mondjuk esetleg rosszul néztem ki az információt, ezt írjátok le, és elnézést kérek, de kikeresve... Én 3-at találtam. De ha jól tudom, Ádi, neked a Subaru az nagy kedvenc. Abszolút. Engem azzal kezdődött a rally, meg hogy... Mennyire követed a rallyt jelenleg? A VB-t visszafogottan. Most kezd egyébként, hogy az utóbbi pár évben egy kicsit megint érdekesebb lenni azzal, hogy azért van némi... színesedés, ami a csapatokat illeti, de hát meg így is ahhoz képest, amilyen volt a 90-es években, akkor voltam nagyon szerelmes a rallyba, tehát akkor azért volt Toyota, Mitsubishi, Subaru, még folyamatosan harcban voltak egymással, akkor végre ugye érkezett Skoda, Hyundai, és volt több gyár, akik esélyesek voltak a futamgyőzelemre, jó, jött a Peugeot, és ugye a végén Citroën, több versenyző, aki esélyes volt a bajnoki címre, aztán ehhez képest azért itt a 2000-es évek az nagyon ellaposodott, nyilván itt a gazdasági válság is bele játszott ebbe a történet, ugye a Subaru is akkor szállt ki. Talán amikor elsőnek voltál nálunk, akkor bővebben beszéltünk a WRC-ről, és akkor azt hiszem ilyen legendákat is említettél, hogy ki volt a kedvence, talán ilyesmikről is kérdeztünk téged. Simán lehetséges. De akkor, ha jól emlékszem, akkor talán Colin McRae-t mondtad. Őt nagyon szerettem, de gyakorlatilag a Subarus versenyzők, tehát nem véletlenül emlegettem, ugye egyből a 3 világbajnokot, tehát Solberg, Burns, mind nagyon szerettem őket. Hát igen. Richard Burns volt egyébként a nagyon nagy kedvenc, ugye ez a szörnyű, hogy ő is McRae sincsenek már közöttünk, sajnos nagyon régóta. Egyébként, hogyha már játszunk, akkor azt tudni kell, hogy én a Colin McRae második rész játékkal játszottam iszonyatosan sokat gyerekként, és nagyon szerettem. Fú. Jó is volt. Az a te is játszottál akkor? Igen, de egyébként az igazán jó rallis játék az a Richard Burns rally volt, és ez pont meg is mutatja egyébként a két ember közötti különbséget. Az egy nagyon realisztikus rally játék, de olyannyira egyébként vannak, akik a mai napig játszanak vele, pedig most már azt mondja, hogy 20 éves játékról beszélünk. De miért, miben különbözött? A realisztikusság, tehát az, hogy sokkal inkább hasonlított eleve a játék felépítése arra, hogyan valójában kinéz egy rally verseny, és a játék élethűsége is egészen más. Tehát a Colin McRae rally az egy arcade játék, az nem szimulátor, azt elmondhatjuk. A Richard Burns rally nagyon más volt ebből a szempontból is. Nem hiszem el. Na, és akkor jöjjön a következő kérdés. Ádám, tiéd a pálya. Akkor legyen foci 400? Vagy abból csak egy 500-as lőttünk még el, ugye az ott a királygabb. Akkor legyen 500, na. A
foci 500-as pedig így szól, melyik válogatott kapta a legtöbb piros lapot a VB-k történet? Melyik válogatott? Valamire egyből Argentína ugrott be. Még igen, Dél-Amerikához kicsit a vehemensebb vérmérséklet abszolút kapcsolódik. Jelöljük meg. Akkor ez a végleges válaszod. Igen, igen, nem töprengek sokat, úgy tudok, tehát racionálisan megindokolni, úgy sem fogom tudni ennél jobban, úgyhogy legyen Argentína. Hát a válasz sajnos rossz, na, mert a helyes válasz a fő rivális, Brazília. Ó! Azt. Igen, mondjuk adja magát, hogy olyan válogatottról legyen szó, amelyik sok világbajnokságon vett részt. Na hát akkor Balázs, te következel. Ád inkább arra koncentrál, hogy minél kevesebben tudjon, aha, beszélni, tudjon koncentrálni a játékra. Ezt a meccset beszélnem egyébként. Gondolod azért még így magadba? Aha. Még annyira elronthatom. Balázs, válasz kategóriát. Én most nagyon szeretnék egy Forma 1-es kérdést, úgyhogy legyen egy 200-as Forma 1-es. Illetve motorsportos, bocsánat. Már nagyon hiszek benne. Hát sajnos nem Forma 1-es a kérdés. Ki gondolta volna? Ha nem, a kérdés pedig így szól. Ki volt a világbajnok 2023-ban a MotoGP-ben? A legutóbbi szezonban. Nem a Fábio... Nem indul jól. Most ilyeneket megmondunk, vagy hogy van ez? Jó, hogy igen, végzem el a szögletet közben, figyeljek már oda, mi? Igen. Csodálkoztam, és én meg azt hittem, hogy én... Ugye nyilván már Marc Márquez, ő már kihullott így ilyen szinten az esélyesek hát, közül, esetlen. Tehát most már inkább a testvére. Azt megnézem. Most pont olvastam erről, hogy most már... Ó, na, mellé nyomtam. Bocsánat. Gondolkodok. Fogalmam sincs. Akkor passzolod a kérdést? Passzolom, igen. Játékon kívül kíváncsi vagyok, hogy jelenleg az a szabad. Az a baj, hogy hülyeséget se akarok mondani. De mert... Ádi, te tudod a választ? Persze. A persze, Francesco Bagnaia duplázott, úgyhogy... Bagnaia, igen, 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 helyes. Azt mondja, azon gondolkozom, pedig még videót is készítettem róla, hogy hát gyakorlatilag két évtizede nem volt olyan, hogy valaki az egyes rajtszáma a világbajnak tudott volna lenni a király kategóriában. Sőt, gyakorlatilag amióta a MotoGP-nek hívják, azóta nem volt ilyen, úgyhogy ezért is volt extra. Már hogyha ez bárkit érdekel egyébként. Na, néznek azok az emberek minket. Egyébként a MotoGP-vel kapcsolatban én nagyon szívesen megnéznék egy hasonló sorozatot, mint a Drive to Survive. Volt egyébként két éve ez a MotoGP Unlimited nevű próbálkozás, ami jó pofa volt, de... Hát, de azért még mindig kevesebb embert érdekel valamivel, mint egy Forma 1. De egyébként érdekes, hogyha megnézitek a statisztikákat, akkor egymás mellett van szinte a két sport, amit egyébként szerintem sok laikus azt mondaná, hogy szinte lehetetlen. Mert annyira nem beszélünk sokat a MotoGP-ről, mégis világszinten. Hát tribünkben biztos. Hát ott nem. Hát pont ezt akartam, hogy nem Magyarországon induljunk ki fel. Így van, de igen. Mondjuk Olaszországban, Spanyolországban ott egyértelmű, nagyon-nagyon-nagyon szeretik a kétkerekű motorsportokat is, úgyhogy. Na, sok a Rádám. Te választasz kategóriát. Akkor választok egy motorsport. Abból csak egy 500-as lőttünk el, ugye? Igen, meg mind a kettő volt már? Még ezek után nem tudom, hogy bemerjem-e vállalni, de akkor legyen egy motorsport 500. Az lesz Forma 1-es fixen. Egyébként igen. Na, a kérdés így szól. 500 pontért. Az Aston Martin a történelme során 6 csapat névváltozáson esett át. Melyik volt az Aston Martin 5 elődje? 5? Na jó, várjál. Aston Martin volt a Force India, ugye? Igen. Az már egy. Annak volt, mi volt? Racing Pointnak is hívták, az kettő már? Igen. Kettő. Várjál. Most azon gondolkozom, hogy ők a Jordanből lettek. A Force India basszus kulcs, az hogy volt? Talán egyébként nekem az... Nem, az régebben, régebben tűnt el a Jordan basszus ugye, kulcs. Talán a Minardiból lett a Red Bull? Nem, a Minardiból a Toro Rosso lett. Igen. Az jó válasz. Bár ezért nem adunk pontot. Na, meg vagyok egy kicsit, sajnos, lőványra. Jó vonalon haladsz. Mit mondtam?
Mert Jordant mondta? Egy volt a 6-0-ás mérkőzés. A Jordan akkor benne van? Igen, a Jordan az jó. Várj, és akkor 3-at mondtam az 5-ből? Ugye 91-ben alapult a Jordan. És az a kiinduló pont. A Force India és a Racing pont is jó volt. Midland, de utána Midland volt egy csoport, ami megvette nem a, Midland, a Jordant. Nem a Midland volt az? Vagy mi a franc? Várj, meg volt a Miss Spiker. Igen. Azok ők voltak? Fú, basszus. Na, Ádám, mi a végleges? Tehát akkor ezek szerint nem nyomoztam jó irányba, mert hát, nem haraptál rá. Hát mennyi segítetek? Nem? Mikor lázott fel a Balázs meg a mi meg volt? A várj, Spike, Marussia? Az is az a... basszus kulcs. Nem lesz már meg. Hát figyelj, hogyha itt bemered vállalni ezeket a végleges választ. Hogy nem merném bevállalni? Ha így kérdezed, akkor persze, hogy bemered vállalni. Akkor egyébként valóban a 2005-ben adták el a Jordant, és vásárolta meg a Midland csoport, akik abban a szezonban változtattak Spiker névre, és utána a 2007-ben az Orange India vásárolta meg, és nevezte el Force Indiának, és utána ők is csődbe mentek, és jöttek Strollék, és 2018-ban megvásárolták, és lett Racing Point, majd végül Aston Martin, úgyhogy meg lett mind a 6 csapat tagunk, úgyhogy 500 pont Ádám. Ho-ho-ho-ho. Ádám csak az 500 pontokat gyűjti. Így van, de az viszont jó taktika. A cserébe buka, mint az ezret mindjárt. Hát... Miért mondod, hogy bármi lehet? Így van. Azon nem House Rules-zal játszunk, hogy legyen 6 pontot érő gól. Na Balázs, akkor még egy kérdésre válaszol itt a mérkőzésen. Jó, akkor legyen gyorsan egy foci 100. A kérdés pedig így szól. Jelenleg hány ponttal vezeti a Bayern Leverkusen a bajnokságot a Bayern München előtt? Ha figyeltél az előző műsorunkban, amikor Ádámmal beszélgettünk, elhangzott a válasz. Az a baj, hogy erre készültem, és az Arzenálnak a számait, nem tudom, jelentős játékosait nézegetem. Az a baj. A szoros végeredményhez. Ezt olcsó megúsztad most. Majd a visszavágó. Majd a visszavágó. Góllal tovább, Ádi. Azt itt van. Nem, nincs olyan. Na Balázs, egy választ azért várnék még. Jó, szerintem 10 pont nekem úgy rémlik. Válasz helyes. Yes! Ez mi? Jó, megválaszoltad, értem. Na, jelenleg pedig úgy állunk, amíg választotok majd új csapatokat, hogy Balázsnak van 1400 pontja, a mérkőzésre kapott 1000 pontot, a kvízekből pedig összegyűlt neki 400. Már elrontottam, közben rájött a verseny, közben sem menjünk vissza, hogy cseréljünk. Igen. Oldalt, mert akkor most játszom a hazai pályán. Jó. Az volt a gond, nem, Ádi? Így van. Ádinak pedig 1000 pontja van jelenleg. 2500-as kérdést talált el, úgyhogy elég szoros a mérkőzés, úgyhogy még ebből még bárki kihet győztesen. Jó, most maradok akkor országon belül. Na. Mert annyira nehezen ment az előbb a Barszával. Lesz nyugodtan a Lutonnal. Luton? Újjaj. Balázs. Mondjuk egy United. Ki is a városi rivális? Aki, vagy nem városi rivális, hanem ki a legfőbb rivális? Arzenálnak, Tottenham. Akkor legyen a Tottenham. Itt vér fog folyni. Ádám, ha már itt az Arzenálról jössz, hiszel a bajnoki címben, el tudod képzelni, hogy a kedvenc csapatod akár itt a Liverpoolt és a Manchester Cityt megelőzi? Elképzelni el tudom. El, persze. Sok van még hátra azért. Azt el tudom képzelni, hogy az Arsenal bajnok legyen, azt nem tudom elképzelni, hogy a Manchester City ne gyerje meg ezt a bajnokságot jelen pillanatban. Úgyhogy nem tudom, a kettő viszont erőtesen ellentmond egymásnak, úgyhogy nem tudom ebből hogyan fogunk kijönni. Akkor te nem hiszel Liverpoolnak a bajnoki címébe, így az utolsó hát szép. Egyébként még abban a talán a legkevésbé így jelen helyzetben, de mindegyik simán bejöhet egyébként. Na és Ádám, akkor válasz kérdést. Ne. A motorsportból kérdeztük már mind a két 500-ast, ugye? Fociból csak az egyik? Ja nem, mind a kettő meg volt abban is. A fociban is meg volt mind a kettő, igen. Ez büntető. Ajaj. Piros lapot, Spori, mutass fel, gyorsan. Motorsportban is meg volt mind a kettő 500-as. Jó, akkor legyen motorsport 300. Taki, gyorsan segíts, hogyan kell védeni? Mit nyomjak? Vetődés. Fogalmas is.
Gyönyörű. Motorsportban a 300 pontos kérdéseink sajnos elfogytak. Elfogytak, akkor legyen 400-as. Olyanunk még van. Na tessék, hajrá. Mikor debütált Ayrton Senna a Forma 1-ben? 1980, létezik a 84. Csak 10 szezonja volt. Tolmennel volt. Hát, még simán benne van, persze. Az évszámot nem fogom tudni pontosan. De. Ezt nem hiszem el. Na, vésd belém a tört. Nyilván nem segítség, de a második futamán már pontot szerzett, 6. lett, az első futamán pedig kiesett. Akkor a 84 nem nyert ezek szerint. Én nem mondom semmit. Legyen 84. Jó a válasz. Na, szép. 1984, nagyon szép találat, és a brazil nagy díj ünnepelt egyébként. Stílusosan. Ádám itt a vízben gyűjtögeti a komoly pontszámokat. Balázs, te jössz. Az a baj, hogy nekem is kéne, mert az 500-asokból ugye nagyon jó, úgyhogy... Hát meg már is fogyott. Ajaj, és az a baj, nem figyeltem akkor, amikor mondtad a jelenlegi pontos állást. Pontos a 300 pontos kérdések elfogytak. Jelenlegi állás úgy alakult, hogy 1400-1400. Legyen akkor motorsport 400, van még? Remélem sárga. Motorsport 400 is elfogyott. Akkor, és 500-as sincsen ott már? Az sincsen. A akkor legyen, kisebb pontok vannak. Legyen motorsport 200. Közben elrontom. Ez meg egy szöglet így. Balázs, Forma 1-es kérdés. Na. Melyik ez a pontos jelent meg a Drive to Survive? Hát most ez tök könnyű, akkor 18. Nem. Hogyne? 6 season volt, és 24-et írunk. 2019. március 8-a az első epizódnak a megjelenése. Utaki. Egyem a szívedet. Nem hiszem el. Egy szabadrúgás. Sajnálom. Sajnálom, hogy nem hiszi el. Köszi. Na jó. Ez mit csináltatok azt? Nagyon szeretném én is megkérdezni. Kijött a rokonok elé. Mondjuk gondolkodhattam volna, hogy ugye minden... Hát megnézted, hogy hogyan rúgom meg. Édes Istenem, na jó. Ádi. Igen. Motorsportban mit nem kértünk? Még van még egy 400-as? Talán 100-as van még. 500-asunk nincsen motorsportból. 400-as is elfogyott. A 300-asok is elfogytak, ezzel a 200-asok is. Két darab 100 pontos van. Igen. Akkor kérjünk focis valami. Milyen, legyen egy motorsport 100-as, hogy kíváncsiak az milyen. Melyik csapat nyerte az előző hétvégén a 2024-es WEC szezon első futamát Katarban? Már elkezdődött? Igen. Ezek a hosszú távúval befűröttem már az előbb is, úgyhogy ha az 500 pontért nem tudtam a tavalyi Le Mans 24 órás győztes névsorát, ami tényleg restellek, akkor viszont sejtetitek, hogy mennyire vagyok képben az idei Endurance világbajnokságnak az első versenyével, úgyhogy ezt tisztelettel elengedném. Egy tippet. Hát fia, ha már a Ferrari volt tavaly a Le Mans győztes, akkor előlegezzük meg nekik ezt a futamgyőzelmet. És nem a Ferrari a jó válasz egyébként. És meglepetésre nem is a Toyota, akik domináltak az elmúlt években. Nagyon idén elég átalakult a mezőny, ugye a BOP is számít, de az első futamot a Porsche nyerte. Porsche. Na. Aztán. És idén a Peugeot is egész jól néz ki. Nekem az rém lett volna. Volt, yeah. Úgyhogy nagyon érdekes, hogyan fog alakulni itt az Endurance-nak a versenyei hétről hétre. Ne! Nagyon kíváncsi, hogy ilyen szokta fogja, Imolába hogyan fog elporni. Na, és Ádik ilyen. Közben egy-egy az állás. Valami. Alamizsna. A gólért nem jár pont. Na, és akkor csapjunk a lecsóba. Balázs, foci, nyilvánvalóan. Hát vagy egy 100 motorsport. Talán az az utolsó motorsport kérdésünk. Azt nem mondod meg, hogy az Forma 1-e? Neked is járna egy Endurance most már. Lássuk be. Ja, miért azért ez egy VRC-vel azért? Mit? Szerintem meg fogom mondani, hogy Forma 1-eset. Nem.
De mindegy, legyen akkor az... Tartsd meg, mert hogy... hát, ha lesz még rallis, és akkor azt majd... El fogod venni, és hogyha Forma 1, és akkor eldobok magamtól egy könnyű 100 pontos kérdést, úgyhogy legyen akkor az. Ne, hát jó, nem Forma 1. Akkor ne legyen az. Most már kimondtad. Igen. Ha összeadjuk Valentino Rossi és Marc Márquez MotoGP világbajnoki címeit, milyen számot kapunk? Két jegyűt. Köszi. Eddig jó. Ezek a kérdések, amiket Ádinak írtam. Mint én tegnap az ASZ Rómás kérdésekkel, ugye? Benyeltem őket. Idióta évszámokat. Egyébként ezek közel olyanok, mint az évszámok. Tehát, fú. Hát figyelj. Jó, de nem azt kérdeztem, hogy Dávid Kornél hány centi megi. Ez jó volt szerintem. Vicces volt. Valentino Rossinak, hát ő ugye a MotoGP Schumacherje. Én úgy emlékszem, hogy neki 7, remélem, hogy nem 9 bajnoki címe van. De azt talán inkább a lőbe a VRC-be. Kinek kategóriás címekről van szó, úgyhogy... Igen, igen, itt csak a kinek kategóriá számít. Miért? Miért teszed ezt velem? Ne roncsam el, jó? Márqueznek pedig talán ilyen 5-6 körül van. Fogalmam sincs. Szép. Deles volt. Ez szerencse. Legyen 14. Hát most úgy értem, mint Nestor barátunk. Egyel, ne. 13-a jó válasz. Azon pedig nagyon gondolkodtam. Ne, gyere! Ugye Valentino Rossinak 7, Marc Márqueznek 6 világbajnoki címe van. De majdnem. Fú. Elrúgtam a kapusodat, bocs. Annyi kell. Ajaj. Egyedi alternatív megoldás lett volna a Zitzernek a befejezésére. Ádi, van most egyébként kedvenc versenyződ MotoGP-ben? Hát, és nekem ez egy interregnum állapot ilyen szempontból, mert elég keveset is látom sajnos a versenyeket, meg nyilván itt gyakorlatilag a generáció már, akiket így nagyon követtem, az ugye eltűnt is így a fiatalok közül, meg hát, de van még a régiek közül, én Pol Espargarót nagyon szerettem, aztán mondjuk a Moto2-es időszakában egy kicsit, amikor ugye pont Marc Márquezzel nagyokat csatáztak egymással szemben, akkor azért volt egy pár alkalom, amikor elgurította a gyógyszerét, az kevésbé volt már szimpatikus, de mondjuk igen. Lehet, hogy őt mondanám akkor így még hirtelennyében, de... De rossz is időszakban már aktívan szurkoltál. Abszolút, abszolút. Hát sőt, aktívan közvetítettem. Ugye én 2006-ban közvetítettem először MotoGP futamot, és ugye Rossi akkor abszolút a csúcson volt, bár aztán pont, hogy akkor bukta el a világbajnoki címet Nicky Haydennel szemben. Ez nagyon nagy szezon volt. Nekem sajnos csak az utolsó három... A MotoGP futamot, az is zseniális lenne. Nekem sajnos csak Rossinak az utolsó három szezonja jutott, de ott nagyon szurkoltam neki, hogy még egy utolsót tudjon villantani. Nos, akkor Ádám, te jössz kérdéssel. Másod labdarúgó kérdésünk vannak. Na, meg hát elmondom, hogy milyen pontokat tudsz választani. Van 100 pontosból még 2 kérdésünk, 200-ból szintén 2, 300-ból 1, 400-ból szerinted ezt tudtam követni? 500-osunk már. Hasra ütéssel. Van 400-as foci kérdésünk, azt mondtad? Igen. Akkor legyen az. Nem hiszem el, ne csinálnak ezek. A kérdés pedig így szól, a Nottingham Forest hányszoros bejegyőztes? Kétszeres. A válasz helyes. És azt is tudod, hogy mikor szerezte meg? Csak az, hogy egymás után, de az 79-80 talán valahogy így. Tökéletes. Gyere. Szép. Hát, találat. Ajánlom mindenkinek a The Damned United című filmet, ugye Brian Claughnak a Leeds Unitednél töltött 40 napjáról szól, meg előtte a Derby-s időszakáról. Jó. Az egész történet nagyon jó, a film is nagyon jó. Nem már. És ugye utána került a Nottinghamhez. Van egyébként kedvenc sportfilmed? Kedve? Hát a Moneyball nagyon adja magát egyébként ebből a szempontból. Az egyik legjobb. Pont azért, mert a sportfilmekkel az szokott a nagyon nagy baj lenni, hogy
a sztori kedvéért, ugye a realitás talaját azt erőteljesen elengedik. Nyilván a Moneyballban is voltak szépítések, ferdítések, de az egy nagyon jó kis film. Igen, nekem is az egyik nagyon nagy kedvencem, a Moneyball. De talán a baseball film, akkor még a 42-es is nagyon közel áll. Azt hiszem, a nagy csapatot mondod. Melyiket? A nagy csapatot. Nem az. Pedig Charlie Sheen-nel. Még a baseball álmok, és tudom, hogy kötelező, azt is mindenképpen meg kell néznem. És akkor Balázs, te jössz egy focis kérdésen. Legyen, most nem tudom, hogy mi van még, de akkor legyen 300-as kérdés. Jó. Van még egy 300-as focis kérdésünk, az pedig így szól. Ki a spanyol válogatott gól rekordere? Nem tudom. Gondolkodj azon, hogy kik voltak híres spanyol gólvágó csatárok. Hát most nyilván... Röhögni fogsz, mert egyébként sokáig Fernando Hierro volt. Na, és egy ilyen nevet nem tudnék. Mert ha bár ennyi a spanyol... Ennyit segítek. Köszönöm szépen. Hát valószínűleg azért... Ádi nem mondta volna, hogyha ő lett volna. Nem csak, hogy egy középhátvéd volt, úgyhogy ja. Ennyit a spanyol gólvágókról. Ez mondjuk sokat, sokat mond. Hát figyelj, igazából nyilván az a kérdés, hogy az én szeretett életemben, amiben a spanyol focit szemléltem, azóta focizott-e ez a labdarúgó? Szerintem igen. Láttad játszani. Most vagy öregnek gondolsz, vagy... 40 plusznak. Igen, és azért... Hát tudni vélem a választottan, azt lehet én is tévedek persze, de... Na majd játékon kívül, majd, hogyha Balázs... Az a szörnyű, hogy még azon is elgondolkodok, hogy vajon az a név, akire spanyol-e? Én gondolok, a spanyol-e. Szörnyű. Nagyon rossz. Te stressz alatt... Akkor viszont nem tudunk segíteni. Hát valószínűleg nem. És közben eladom. Na, Balázs, mi a tipped? Hát nekem a tippem az, hogy... De szerintem spanyol... Raúlnak a neve jut eszembe. És... Ebben segítettek, hogy spanyol. Igen. De abban is, hogy nem jó a jó válasz. Nem Raúl. Raúl a második, 44 góllal. 44. De szerintem David Villa-se ebbe a kategóriába tartozik, ha bár azért ő is szórta a gólokat. De mindegy, legyen akkor Villa, és akkor megnézzük, hogy... David Villa jó válasz. Ez az! Ő a gól, rekorder 59-el, a harmadik pedig Fernando Torres 38-al. Hát Torres nem akartam mondani, mert ő azért sokszor volt. Igazából inkább csak kevés ideig volt a csúcson. És jelenleg egyébként úgy áll a mérkőzés, hogy Balázsnak van 1700 pontja, Ádámnak pedig 1800. Hoppá! Új. Akkor ez a mérkőzés is még döntő lesz. Akkor ad nekem a legnagyobb számot, amit lehet. Gyere már! Gyere! Hát még van egy 400 pontos focis kérdés. Nagyon jó, ide vele. És szerintem ez. Ne! Nak lett megírva ez a kérdés. Hűha! Mikor alapították az arcát? Nem fogok tudni pontos én számot mondani. Te jó ég, felrúgtam, 11-es. De miért rúgtam fel? Ez kellemetlen egyébként, nem tudom a kedvenc csapatomnak az alapításának az évszámát. Ez egy dolog, amit nem néztem meg itt az előzetes. Nem tudom, hogy ki írja ott a címert, benne van-e, hogy oda... De nincsen egyébként. Nincsen benne. Fogalmam sincs, mit kell nyomni. Jelen pillanatban Ádámnak majd a meccs végén lesz ezek pontja. 1912? Végleges? Valamiért... Ugye a sztorinak... Ugye, amikor eljöttek Vulisból, ugye az volt a... Onnan van az egész Tatanem elleni ágálás, hogy amikor feljutottak az első osztályba, gyakorlatilag miattuk maradt a Tatanem, aztán egyrészt a másodosztályba, meg ugye oda avászkodtak Észak-Londonba a Temze déli oldaláról. Meg ez egész ugye később történt. Tehát ugye a legtöbb angol nagy futballklubnak 1800-as évekre visszamenő hagyományai vannak. Igen, a legtöbb angol klub abszolút akkor alakult. Na mindegy, ennél maradok, bocsánat, ez
Pedig egyébként jól lett volna ez az utóbbi irány, mert az Ardánál is nagyon-nagyon régi klub. 1886-ban alapították. Gyere! Nagy helyzet volt, úgyhogy a válasz sajnos helytelen, úgyhogy Balázs, teljes kérdése. Mi van még? De a 300 pontos kérdések elfogytak, a 400, az 500 pontosok is, és a 400 pontosok is. Az a vicces, hogy megkérdeztem, aztán fogalmam sincs, hogy mit mondott. Van két darab 200, és egy darab 100 pontos kérdésünk. Jó, akkor legyen 100 pontos kérdés. Ezt meg is érdemeltem. A kérdés pedig így szól, hol lesz a 2024-es BL döntő helyszíne? Csudába. Nem Forma 1. Nem ott. Hát nem. Gondolkozz Balázs, addig Ádi, szerinted ki lehet itt a főfavorit a Bajnokok Ligájában? Melyik három csapat, amit el tudsz képzelni, hogy győztes lesz? Hát a Manchester City, a Manchester City és a Manchester City. Jó, tény, hogy ők a főfavoritok, de akkor a egyetlen egy csapatban sem hiszel, vagy nem tudod elképzelni, hogy elmenetelnek a sorozatban? Figyelj, tehát eleve kettőnek kell játszani a döntőt, és ha már van rajtad kívül más is, akkor nyilván el is lehet veszíteni azt a döntőt, meg Guardiolának, hogy ebben is van tapasztalata, meg rutinja. Na. Mondanám az Arzenát nagyon szívesen, de... Nem tudom, hasonló ilyen Inter sztorit, hogy jó sorsolással, stabil védekezés. Hát akár például, de mondjuk a... Bár idén talán még jobban néz ki az Inter, mint tavaly. Na ja, és tavaly azért egy kicsit én kifutottnak éreztem nekik a BL döntőjüket. Igen. Jaj. Egyébként az Intert is el tudnám képzelni. Ha már még egyszer játszhatnának egy döntőt Inzaghék, akkor... Nem, mit csinálok? Balázs, te hiszel a Barcelonának a sikerében? Ki hisz? Dehogy hiszek. Hát most... szegény Xavi már most is ugye firtatják azt, hogy akkor na, talán mégis marad-e, és ő is mondja, hogy nem, igazából a döntése végleges. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy erre a részre azért figyeltem a beszélgetések során, azért akár pénzügyileg, amilyen döntéseket most hoz a Barcelona, az már inkább kinkeserves. Úgyhogy akkor szurkolóként... Nem örülnél, hogyha a szerződést bontanának a Nike-ban? Hát most én az egész helyzetnek nem örülök, ami a csapatnál van. Ne. Nem úgyhogy... Hát nem lett volna csúnya, csak közben azt, amit nyomok. Ja, nem is akartam megemelni a labdát. Nem. Nem, odaadni nem akartam, ott már lőni akartam. És nem tudom megszokni... Választ azért várnánk. Jó, annyit még hozzáteszek, hogy nem tudom megszokni, hogy Ádi mindig kiadja a kapusnak, és én akkor ugye várnám a kirúgást, aztán észbe kapok, hogy futni kell. A válaszom pedig legyen az, hogy visszatérnek a, nem tudom, egyébként Wembley-ben. És a válasz jó. Jó? Igen. Na, uff. Egy szerencsés ember vagyok. Kell az a... És ezer pont. 800 pontod van, pont annyi, mint Ádinak a quiz kérdésekben. Ne! Lesz, ne! Hogy kinyeri ezt a mérkőzést. Wenger volt! Ádi átveszi a vezetést. Úgyhogy Ádi, ennek örömére választasz is a kérdést. Hány pontunk van még? A legmagasabbat akkor adjad. Ez 300, foci? Nem, 200. Össze, már csak kettő darab kérdésünk maradt, az két darab 200. Nagyon jó, hát akkor mit válasszak? Az át vagy a bét, az számít, vagy? Számít egyébként. Jó, vagy nem tudom, válasz nekem valamit. Ne, bár az előzőből kiindulva... Válasz, hogy A vagy B. Legyen B. B-s voltam általánosban. Középiskolában meg ás, de... De jó a megérzés, mert a arzenálos kérdés. Az előző is milyen jól bejött. Mióta vezető edző Michael Arteta az Arzenál kis padján? Hú, várjál, mert most ki kéne számolnom, és ebben nem vagyok. De már Covid-nál már ugye ő volt. Kifejezetten nehéz. Fú, basszus, várjál, ugye Emery-t. Matekhoz nyugodtan, én addig megpróbálom visszahozni. Hát ugye Covid alatt már ő volt, mondok egy 19-et. Már.
És a nagyon válasz... hallgatsz. Nagyon. Tehát nem. Vagy most számoltak. Nem akarom, hogy Balázs megvétózza, hogy én is segítek meg. Ellene dolgozom. Amiket. Nyilván én nem gondolom lenne így. Benne igazság. Na. Tehát? Normális vagy, hát itt a Tribune győzelem múlik az egészen. Bár most nem azért, de az előző pár adásnak a tapasztalatából valahogy a vendég mindig kapott segítséget. Én meg mindig azt a választ kaptam, hogy nem, én nem segítettem. Ó, nem, én segítettem azért sokszor. Jó, volt egyszer. Na. Ez nagyon bakon volt, még olyan sokszor volt. Ez hány centi volt? Na, tehát... Mi a végleges válasz? Hát nyilván ez, ennél jobb nem lesz, bár hogyha segítesz ezek szerint, akkor gondolom 2000, de nem, félje, nem... Azon... Nem voltál rossz irányban. Bár, ja, várj, mert szezon közben nevezték ki, várj, akkor 2020. Még rosszabb lett ezek szerint. Válasz... Csak elbizonytalanodtam, hogy ezt nem tudom, hogy most a szezon az jó, csak hogy mondjuk a szezon, de szerintem egyébként szezon közben, de még a szezon első fele volt. Ne! Nem hiszem el. Úgyhogy nem 2020, hanem 2019. De azt mondtam elsőre. Igen. Ne. De még nem mondod, hogy végleges válasz. Tehát akkor azt mondtam. Akkor azt mondtad. A jó válasz 2019. Az a baj, nagyon, nagyon jól tartod meg a labdát. És ezzel nem tudok nagyon mit kezdeni. Tényleg altatott az előző meccsben. Aha. Most is milyen magabiztosabb egyébként az előnyem. Hát de most nem tudok labdához nyúlni. Jaj, te már sérült vagy, basszus? Ez jó. De még így tudom elvenni. Hát, cserélnem kéne. De megadjuk Ádinak a pontot. Balázs, te jössz az utolsó focis kérdéssel. Mit csináltam? Jelenleg Ádinak van 2000 pontja, neked pedig 1800. Úgyhogy, ha ki akarsz egyenlíteni kvíz kérdésekben, akkor jól kell megválaszolnod az utolsó kérdést. Az pedig így szól, milyen márkájú a Dortmundnak a meze? Ó, sejtettem, hogy fogsz ilyet kérdezni, de hogy a német csapatokat nem néztem meg, csak a Barcelonát tudom. Hát nyilván, arról beszélgettünk is egész sokat mostanában. A Dortmund... De hogy bocsánat, cserélnem kell. Jó, bocs, lehet, hogy nyomjad. Dortmund... Szerintem... Hát legyen... Legyen Nike. De nem. A válasz helytelen. Ádi, te tudod? Puma, nem? Igen, igen. Meggondoltam, hogy valami más. Ja, jelenleg úgy állunk, hogy Balázsnak a kvíz kérdésekből 1800 pontja van, Ádinak pedig 2000. Úgyhogy mások a hajra van átra, nincs több kérdés, úgyhogy tudtok koncentrálni a mérkőzésre, kifejezetten fontos lesz, hogy ki fog nyerni. Közben válts át kommentátorra. De tényleg kommentátor nélkül játszol. Nem hiszem el. Igen, kikapcsoltuk, hogy az ne zavarjon még, hogy még egy kommentátor. Pedig képzeljétek el, hogy Derek Rével, aki ugye most már évek óta a FIFA játékoknak a kommentátor, egyszer készítettem egy interjút Dortmundban. Mészáros Ábel van régóta jóban vele egyébként, és ugye együtt voltunk kint akkor, még a Schalke első osztályé volt, egy ruhrvidéki derbit közvetítettünk a Bundesligából. És ugye Derek is ott volt, mint aki meg a Bundesligának évek óta az angol nyelvű közvetítésének az állandó hangja. És akkor Ábel szervezett egy interjút vele. Még fenn is van szerintem a YouTube csatornámon, mert az igazán izgi dolog az volt, hogy ugye ő Aberdeeni származású, és hát nyilván meg kellett kérdezni akkor, hogy Varga Zoltánról mi jut az eszébe, és kiderült, hogy óriási kedvet. Ez az! Bocsánat. Ne! De jó ég! Azt a utolsó pillanatok. Akkor hosszabbítás? 11-esek. Egyből 11-esek? Nem már. De nem tudom, hogyan kell. Egyik sem tud 11-es lőni. Lőni, jó, még, lőni várj, még tudunk. Van de. Még pár perc. Hogy feleztek a pontokkal. Dehogy felezünk a pontokkal. Nem, nem hogy is. Ez a jó válasz. Ezt el kell dönteni. Szeretnéd a hosszabbítást? Na nem. Nem, most eldöntöm. Na, nem döntöm el. Ádi taktikusan hazaviszi egész a kapusig. Így van. Nem hiszem jó, el. Jó, de gyere már. Á, már nagyon lassú.
Hát szakás, hogy sokkal jobbabb, ne. De hogy nem. Pussá, szaladjál, gyerünk, öcsi. Ne, én meg elrontom, te jó ég. Ez az. A rossz átétel. És még van egy... Ez ilyen, ez ilyen laliga, még közben lefújja, vigyázzá. Mennyire életű lenne a pipa. Bátor adódás. Ez jól sikerült ez a szöglet. Pedig még megindultam volna, de mindegy. Na, és akkor döntetlen lett a mérkőzés. Te akkor egyből 11-es? Én arra szavaznék. Döntsük el együtt, egyből büntetővel. Jó, na jó. Csak azon múlik a hogy? De azon múlik a mérkőzés. Hogyha így nyer a Balázs, akkor... sokkal jobbak a lövőid. Na hát, most számítani a bajnoki fog. Nem tudom, hogy kell lőni a 11-es, úgyhogy igazából neki ez a tök mindegy. Annyi segítek, hogy egyébként, amikor ott van a kör, és picire vált, akkor kell találni. Mit kell nyomni, hogy mehessen? Ezt. Ezt? Ja, fel, advance, egy fejjebb. Ja, jó. Na. Mit segítettél? Amikor zöld, akkor kell... És az irányzékot hogy állítom? Azt vágom. Az, amelyikre húzod, akkor, akkor fogja mellé lőni, hogyha narancssárgában van. Aha, és körrel lövöm el, vagy az X-el? Mert a lövésgombol. És mivel vetődök? Na, tehát most a stadionból menni. Ki. Igen. Kösz. Hú, közel volt. Jó ég. Aki nyeri a büntetőt, az nyeri a kvízjátékot is. Jó. Ez egy arzenális büntető párbaj lesz. Ne! Aztán, hogy beüti ügyesen. Hihetetlen. Ez az. Érdem sokkal jobban oldalra húzni egyébként, meg nagyobb lövőerőt beledünni. Na jól eltalálod a... Újjaj! Ez mondjuk itt már taktikusabban kell. Jó! Kész, akkor kis kaptam. Hát, ez be kell rugnod, igen. De olyan jó sikerültek az előzők is. Innen szép nyerni. Fogalmam sincs, hogy olyan kevetődni. Én nyomkodok mindent. Ne! Na, végre! Ah. Jó. Drámai a hangulat. Te stadionban? Szívdobogáshoz lehet hallani. Kész. És ezzel megvan. Balázs megnyerte. Nem hiszem, mert elszpörzöztem egy ilyen meccset. És ezzel pedig Balázsnak 2800 pontja van. Ádinak pedig 2000. Ugye az utolsó pillanatban megfordította a ma esti játékot. És a Balázs megszerezte a győzelmet, és ezzel a tribünnek 3 győzelme van. Mármint 2, és a vendégeknek 2-1. De jó volt egyébként, tegnap gondoltam arra, hogy jó lenne egy ilyen meccs, hogy végre tudjuk. ilyen kiélezett. Ez meg volt tervezve. Fú, de konkrétan izgulok, tehát, hogy... Az esélytelenek nyugalmával ültem, mondta, azt se tudta, hogy melyik gombot kell nyomni, úgyhogy ebből a szempontból. Én szintén, tehát, hogy én itt szinte minden gombot megnyomtam már a vetődéshez. Nem tudom, hogy mi az igazság, de jó volt. Szoros volt. Sok szempontból szégyen teljes lett a számomra, na mindegy. De jó volt. Köszönöm szépen. Hát én köszönöm, hogy vicceljetek. Hát nagyon köszönjük, igen, hogy jöttél rád, és beszélgethetünk a fociról is, meg tribünsóba is részt vettél. Nagy élmény volt nekünk. Hát, köszönjük szépen. Most pedig búcsúzunk, hamarosan jelentkezünk újabb kvíz tartalmakkal. Sziasztok! Sziasztok!